Gyurica László urat, Kerepes polgármesterét köszöntöm saját hivatalában. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket! Az a helyzet, hogy mire ez a beszélgetés adásba kerül, addigra már életbe léptek azok az új rendelkezések, amiket a kormány az elmúlt héten meghozott. Iskolák bezárása, üzletek bezárása, stb. De most, amikor beszélgetünk, akkor meg kell kérdeznem, hogy jelent-e ez újabb kihívásokat mondjuk egy város polgármesterének? Természetesen jelent, főleg az ismeretlen, ami a legnagyobb kihívás jelenti. Tegnapi bejelentés minket is váratlanul ért. Természetesen fegyelmezett emberként követem az utasításokat, és amire a kormányhivatal utasít minket, azt végre fogjuk hajtani. A négy orvosi körzetben az oltásoknak a beadása folyamatos, a regisztráció alapján. Tudomásom szerint már a 60 év fölöttieket oltják a körzeti orvosaink. Eddig még nem kaptunk olyan kérést, hogy segítsünk az adminisztrációba, vagy egyáltalán az egész folyamatnak a segítésében. Meglátjuk, hogy mi várható az elkövetkező hetekben. Ez egy hirtelen döntés volt, és nekem van egy olyan érzésem, hogy a hirtelen döntés még néhány hirtelen döntés fog követni. Amúgy a szigorítások konkrétan jelentenek-e feladatot? Tehát itt arra gondolok, hogy az iskolákban a távoktatásra való áttérés, ez ugye nyilván nem az önkormányzat dolga, viszont hát óvodák is bezárásra kerülnek. Ezzel kapcsolatban vannak-e olyan önkormányzati feladatok, amik ezekben az órákban, napokban zajlanak? Sajnos, hogy hála Istennek azt kell válaszoljam, hogy mondhatni már rutinszerűen tudjuk végrehajtani ezeket a korlátozásokat. A óvodának a vezetője, Tajti Krisztina, én úgy gondolom, hogy kezében tartja a problémáknak a megoldását, kiváló szakembernek tartom, és hát a szülők felé a bezárásnak és a korlátozásoknak a kommunikálása az zajlik. Tudnak róla, sajnos ez egy ilyen helyzet, és a kormányinfón megjelentek, illetve a napi szinten kikommunikáltakkal összhangban próbáljuk majd a jövőben hasonlóan kikommunikálni a lehető leggyorsabban a korlátozásokat. Eközben az élet nem áll meg Kerepesen sem. Elég sok olyan történésről kéne beszélnünk, amik legutóbbi beszélgetésünk óta jelentek meg, akár az önkormányzat, akár az ön Facebook oldalán. Tudunk is róla, láttuk is, de szeretnénk az ön szájából elsőként. Tehát például volt egy olyan szóbeszéd, amit azért többen felkaptak, hogy a víznek a nitrát tartalma az eléri a határértéket, vagy olykor várható, hogy meghaladja. Na most hát ezzel kapcsolatban mi azt látjuk, hogy naponta jelenik meg a kis kijelző jelezzén, hogy mennyi a határérték, illetve hol tart most a nitrát tartalom a vízben. Mi ennek a története? Az óvodából indult el információim szerint ez a szóbeszéd, amit én úgy gondolom, hogy a mostanában az országos napi politikában szinte sajnos normális álhír vonalon tapasztalt a lakosság. Gyakorlatilag jól értesült, és nagyon idézőjelben mondom, jól értesült emberek, akik maguk környezetében véleményformálók, elhíresztelték azt, hogy a egészségügyi határérték fölött jóval magasabb a víznek a nitrát tartalma. Ez természetesen hozzám is eljutott. Nekem a közvetlen információm az a DPNV-től lehet, illetve az ANTS-től. Úgy gondoltam, hogy mivel ezek a hírek olyan vonalat sejtettek, hogy én fals információkat kapok, ezért egy céget, a Mercontrol Metric céget megbírtam azzal, hogy lecsapó jelleggel titokban megjelenjenek egy csütörtök este, és annál a vízvitelezési pontnál, kontrollpontnál, ahol a DPNV is szokott vizet vételezni és mérni, vegyenek mintát. Ez megtörtént, látható volt a videóban, ezt megosztottuk az egészségügyi határérték
alatt volt, tehát 50 mg per liter az egy egészségügyi határérték. Ez 46 mg per liter volt, ha jól emlékszem. Tehát 46-ot mértek, és hát ezen felül tehát nem csak a nitrátot mérték, hanem a teljes beltartalmát a víznek, baktériumtenyészetet vizsgáltak. Egyhetes vizsgálat volt, és hála Istennek a vízünk az jó, és iható, és fogyasztható. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ez úgy fogyasztható, hogy Budapestről vételeznek vizet a DPMV-sek, keverik az alattunk lévő vízzel, és így a két víznek az elegye adja ezt az egészségügyi határérték alatti vizet. Most ezt tudjuk, ez egy régóta meglévő probléma, évtizedes probléma Kerepesen, mert a 60-70-80-as években fúrt kutak, azok nincsenek olyan mélyen, nem nyúlnak olyan mélyre, hogy nitrátmentes legyen a víz. És egy nagy projekt keretén belül Kistarcsával együtt furattunk két kutat a Csipkai völgyben. Ez egy 50 és 80 méter közötti sóderszelű lencsébe nyúlik bele. Ez, ahogy elmagyarázták nekem, a szakemberek korai pleisztocén korabeli lencse, kőzetlencse, és ebben a ottani víznek a nitrát tartalma az 15-ös. Tehát azonnal rögtön fogyasztható. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon ez a jövő, a saját vízbázissal fogjuk tudni megoldani jó minőségű vízzel a városnak a vízellátását. Hát ez most egy kis minta, gondolom akkor a vízhozama nincsen, hogy kiváltsa a Budapestről érkező Dunavizet, viszont ha ez a jövő, akkor ugye, ez is keveredik, nyilván ezt is bele. Természetesen, tehát ennek a két kútnak a vízhozama az elégséges ahhoz, hogy a kerepesi vízbe annyi extra jó minőségű vizet adjon, hogy kiváltsa a Pestit. Hogy Kistarcsával együtt elegendő, ezt még nem tudjuk. Jelenleg még nem üzemelnek a kutak, nagyjából olyan május-júniusra lesz meg az engedélyük. Nem csak bizonyos mennyiségű víz érkezik rendszeresen Budapest irányából, hanem mondjuk a Hév is. És ezen a héven hát elég gyakran vannak apróbb, nagyobb incidensek. Legutóbb egy erőszakos cselekményről számolt be a rendőrség. Még most is érvényben van tudomásom szerint az 1 millió forintos nyomravezetői díj. Gondolom ez is hozzájárult ahhoz, ez a bűncselekmény, hogy ön megbeszéléseket folytatott a MÁV Hév ZRT vezérigazgatójával. Miről is? Én úgy tartottam helyesnek, hogy nem csak egy elváró, presszionáló vonal mentén próbálok egyeztetni a Keresztes Péter vezérigazgatóurral, hanem egy közös megoldás keresése vonalon. Én a vezérigazgatóurral közvetlen jó tegező viszonyban vagyok, hála Istennek, és megvan az a lehetőségem, hogy bementem hozzá a székházukba, és ott a biztonságigazgatóval, a vezérigazgató helyettessel leülvén megbeszéltünk egy olyan együttműködést, ami talán egyedülálló az egész hész szakaszon. A tervünk az, hogy Kerepesváros és a MÁV Hév ZRT egy együttműködési megállapodást fog kötni. Ennek az a lényege, hogy a közterületfelügyelőink intézkedhessenek a Hívnak a területén, tehát a peronokon, jelen pillanatban nem intézkedhetnek, nem járhatnak el, és illetve lesznek még egyéb, itt most nem nyílt részletezendő megállapodási pontok. A technikai fejlesztés az egy nagyon fontos kérdés volt a megbeszélés alatt, de hála Istennek megtaláltuk azt a közös nevezőt, amivel a MÁV úgy döntött, hogy 5, de lehet, hogy 6 kamerát fog a Szilas-ligeti hévmegállóba telepíteni. Az, hogy 5 lesz-e vagy 6, ez majd akkor derül ki, amikor látjuk az élő kameraképeket, és látjuk, hogy a meglévő kameráknak, amiket majd, vagy a leendő kameráknak, milyen képe van, milyen átfedése van. Tehát a cél az, hogy egy valóban értékelhető kontrollt biztosítsunk a Szilas-ligeti hévmegállóra, és ezt
nyilván a szerződéses vonal le fogja fedni GDPR vonalon. Látni fogják a közterület felügyelők, tehát tudnak majd akár közvetlenül is intézkedni az észlelés után. Az több olyan kérdés érkezett, hogy Kerepesi hívmegállóban miért nem telepítenek kamerákat. Hát azért nem, mert ott már vannak. Októberben telepítettek 4 igen jó minőségű kamerát a Kerepesi hívmegállóba. Nagyon remélem, hogy a mostani egyeztetési vonal, hogy Keresztes Péter úrral személyesen tudtunk egyeztetni, kijött ide Szilas Ligette, a biztonsági igazgató úr, szerintem ez egy gyümölcsöző jövőkép lesz, és április elejére van ígéretem a kamerák telepítésére. Önök az eredeti programjában is szerepel a biztonság kérdése, illetve a biztonság javításának kérdése Kerepesen. A másik fontos szívügye a hulladék kérdés megoldása. Hulladékszigetek felszámolására nyert Kerepesváros önkormányzata pályázatot, és ennek keretében mennyiből és mit is végeztek el? Igen, a választók körzetben 2 település nyert ezen a pályázaton, tavaly október végén, november elején. Az egyik Kerepes, 5.300.000 forintot nyertünk a pályázati anyag szerinti hulladék tömböknek, szigeteknek a felszámolására. Ez megtörtént. Leginkább ugye a Gyár utcában volt látványos, de volt egyéb helyen is jelentős mennyiségi hulladék. 202 tonna vegyes hulladékot, és ebben volt beton, téglatörmelék, illetve vegyes hulladék szállítottunk el. Szerintem egy sikersztori, és látható az eredmény. Hát gondolom, ez a Zöld Híd telephelyére került. Így van, így van. Amit volt, aki vitatott, és ugye elterjedtek megint bizonyos pletyka szintű információk, miszerint az önkormányzat ezt nem elszállította, hanem eltemette. Ennek ugye volt némi folyamodványa is. Visszautalok a riport elejére, ahol ugye a nitráttal kapcsolatban terjesztettek álhíreket. Ez mostantól kezdve választási időszakban vagyunk, ez egy trend lesz. Sajnos ez várható, hogy időről időre, amit csinál az önkormányzat, akkor arra valami árhír dobnak be. Az, hogy aki ezt kitalálta, az nincs tisztában azzal, hogy érkezik be a Zöld Híd területére a hulladék. Jelenleg 2 helyen van ellenőrizve, mázsálva. Ez a 202 tonna, ez bekerült az Ökörtelep völgyi hulladéklerakóba. Az, hogy igen, én is hallottam, meg olvastam is ezeket az álhíreket, ezeket a vádakat, hogy eltemettük volna ezt a hulladékot, tehát ez, bocsánat, nevetséges. Nevetséges, rosszindulatú, és akkor hagyd ne soroljam, hogy még mibe esik, milyen kategóriába esik az, ami alapján úgy döntöttünk Bakai Kálmán alpolgármester úrral, Farkasdromonkos alpolgármester úrral, hogy feljelentést teszünk a rendőrségen, mert ez már egészen elképesztő, hogy tehát, mi nem is vagyunk ott ezeken a helyszíneken, de ezt természetesen szakemberek végzik. Kiadtuk egy KFT-nek a takarítást, amit természetesen felügyelt az önkormányzat, közterület felügyelők, alpolgármester, de ezt egy szakcég végezte gépekkel, és a Zöld Híd Big KFT szállított el, és a DTKH a rengeteg szemetet. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy én személyesen, illetve az alpolgármesternek eltemettünk, vagy a mi utasításunkra eltemettek volna 202 tonna szemetet, hanem azok az emberek is, azok a cégek is megvannak ezáltal áttételesen vádolva, ami úgy gondolom, hogy a feljelentést abszolút megalapozza. Végül egy kicsit békésebb vizekre kormányozva a beszélgetés hajóját, hogy ezzel a képzavarral éljek. Ugye szegény ember vízzel főz, de azért ugye megkezdődött valami kátyúzás Kerepesen. Hát főleg a földutak vagy szilárd burkolattal nem rendelkező utak alakulnak minden tél végére olyanná, hogy a kátyukat bizony be kell tömni. Emellett azért a városi üzemeltetési KFT az önkormányzatnak egyéb más feladatokba is belefogott, mondhatnám, megkezdődtek a tavaszi munkák.
Igen, megkezdődtek a tavaszi munkák. A lehetőségeinkhez mérten próbáljuk a kátyúzást megvalósítani, illetve a KHT megpróbálja megvalósítani, annak ellenére is, hogy időnként nagyon durva, trágár, számon kérő olyan leveleket vagy kommunikációt tapasztalnak, ami sajnos ennek a kornak velejárója is egészen elképesztő, hogy ahogy bántják az emberek egymást. Földútról lévő szó, tehát nagyon sokat nem, tehát más nem lehet tenni, mint az, hogy kátyúzni. Én is boldog lennék, hogyha annyi pénze lenne az önkormányzatnak, hogy azonnal le tudjuk aszfaltozni, de sajnos ez nem így van. Most, ha az embereknek az indulatait, amit megjegyzem, valahol jogos, természetesen, mert persze hát a kátyúba belemegy az autó, ezt abszolút meg tudom érteni. Tehát ezeket az indulatokat még gerjesztik. Akkor egy olyan szerintem nem jó helyzet jön létre, hogy tehát azok az emberek, akik egyébként a városért dolgoznak, azok nem szívesen végzik a munkájukat. Kellemetlen, mert ugyanakkor szívvel, lélekkel én tudom, hogy minden nap, minden reggel kivonulnak, csinálják, megvan az ütemtervük. Azok az álhírek, mert ez is álhír, hogy majd ilyen közbenjárás, olyan közbenjárás, hogy majd a képviselők, majd ők megmondják, hogy egyik utca előnyt élvezzem meg, én verem a tamtamot, és akkor majd biztos ez az utca meg lesz csinálva hamarabb. Ez nettó nem igaz. Van egy ütemterv, ez alapján végzi a KFT a munkáját, és próbálják a lehető leggyorsabban megoldani ezt a problémát. Ezen felül a városnak, mégis a Szilas-ligeten átmenő nagy árkát jelenleg is takarítják, ez egy városnak pénzben nem kerülő projekt. Én nem emlékszem rá, hogy mikor volt utoljára az kitakarítva, pedig itt lakom 1988 óta. Szinte teljesen feltöltődött, már nagy réten lévő része az zároknak földdel. Ezért van az, hogy vizenyős a terület, hogy megjelent a nád olyan részen, ahol egyébként nem kellene, hogy nád legyen, mert ott nem folyik le teljesen a víz, hanem megáll, és akkor szépen beszivárog a talajba, ezt most szépen kiássák, és akkor ez is rendben lesz. Kicsit hatékonyabban, sokkal hatékonyabban fog a óriási csapadék, ami április, május, június környékén szokott a nyakunkba szakadni, levonulni a városon keresztül. Köszönjük szépen, polgármester úr. Köszönöm szépen.